Centrumban a történelem. Az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából Kőbánya 56-os történetéről írt egy kötetet Őrsi László, aki hivatásszerűen kutatja ezt a korszakot, és több más olyan kerületben is kutatott már, amelyben nagyon sok minden kiderült abból, hogy mi történt ott a mindennapokban, mi történt az egyes emberek, egyes családok szintjén 56-ban. Kőbányán érte meglepetés. Igen, üdvözlök mindenkit. Mégpedig az, hogy iszonylag ebből a kerületben lassan bontakozott ki a forradalom. Tehát volt persze az első napokban zabordöntögetés, ehhez hasonlók, de igazi konfrontáció nem volt, mégpedig azért nem, mert a pártközpont, itt a pártközpont volt olyan erős. Voltak olyan kerületek, ahol mondjuk a rendőrkapitányság, itt mondjuk a 13. tudom legelsőképpen elsőként felsorolni, itt a pártközpont elég jól, elég keményen tudta tartani, ameddig tudta tartani a rendet, hogy így mondjam, idézőjelben. Akkor október 30-áig tartott ez az állapot. Ott, amikor a köztársaság téri ostrom meg egy időben, de abból is látszik, hogy mennyire erős volt a pártközpont, hogy amikor a köztársaság téri ostrom volt, akkor elsőnek az ottani, a benti, a központ, budapesti pártközpont vezetői elsőnek a 10. kerületi párt segítségére, pártközpont segítségére számítottak, nevezetesen Kerti Henrik elvtár segítségére, ami azt jelzi, hogy itt tudták ők is, hogy hol vannak a legmegbízhatóbb elvtársak. És valóban, sőt, még olyat is látunk, hogy a pártközpont felügyelte a rendőrkapitányságot, és le is alapos fejmosásokat is eszközölt, amiatt ugye, hogy ott nem úgy mentek, fejemeletlen mentek esetleg a dolgok, ezt másképpen nem tapasztaltam. Úgyhogy ez kb. Október 30-áig tartott, akkor itt hirtelen szétcsúszott minden, és összes fontosabb bázist, így a pártközpontot is, meg a rendőrkapitányságot is elfoglalták, mégpedig tulajdonképpen akármikor fogadkozások is előzték meg, hogy mennyire fogják itt védeni, sőt ilyen tréfás dolgokról is tudunk, hogy itt forró vizekkel is készültek az elvtársnők, hogy majd a lekoppintva az egri vár védőinek a török űző módszereit, de végül is ez tulajdonképpen ellenállás nélkül 30-án a felkelők és egyáltalán a forradalmárok kezére került ez a városrész is. A forradalmárok helyi szerveződésű forradalmárok voltak, vagy pedig kapcsolódtak szervesen más esetleg, ha úgy tetszik, ha volt ilyen központi egység, amely Kőbányára is figyelt, akkor az ő tevékenységükhöz? Nem, elsősorban helybeli önszerveződésről beszélhetünk. Hát ebben volt mindenki, volt benne azért olyan, voltak börtönviselt figurák is persze, meg főleg szakmunkások, elsősorban egyetemi tanárok, egyetemisták is, és katonák is, így együttese. És hát ahogy általában lenni szokott, azért többségében azért ezek vették inkább az utóbbiak, tehát inkább a szakmunkások, tehát meg szakik, hogy így mondjam, meg főleg ezek vették itt is át elsősorban, meg egyetemi, volt egy egyetemi tanár is. Hát sajnos ők aztán később, mind a három ilyenről tudunk, akik itt nagyon aktívan tevékenykedtek is, akik aztán sajnos mind forradalom leverése után elmenekültek, úgyhogy kiszólag emiatt keveset tudunk, sok dologról keveset tudunk, az személyi feltételekről is, meg arról is, hogy ők személyesen mit szerettek volna. Itt Kovács Józsefről van szó, Sotonyi Tamásról van szó, és ők volt a ketten, azt lehet mondani, és Kerepesi Artúr volt még egy harmadik, egy alparancsnok, akik leginkább vitték a civil szerveződést. A Kovács Sándorról egy jelentés maradt föl, amit egy elvtárst tett, amiből teljesen az derül ki, hogy ő úgy gondolkodott, mint akkoriban a forradalom legkiválóbb bajai, hogy itt nem valamiféle bosszúállás meg ehhez hasonló lesz, hanem egy demokratikusabb, úgymond szocializmus alakítanak ki. Hát ami egyébként ugye akkori újságok is nagyjából ezt sugallták, hogy egy ilyen társadalomra törekedtek a forradalmárok.
Itt a fegyvereknek mekkora szerep jutott Kőbányán? Kőbányán itt ez az ominózus dátum, október 30-a, ez azért a felkelők, vagy ahogy egyáltalán a forradalmárok, amikor elfoglalták ezeket a bázisokat, akkor a fegyvereik voltak ugyan, de hát itt azután nem nagyon, nem volt annyira jellemző, hogy olyan nagyon lázasan kutatták volna itt, mint más keretekben akár a korábbi rendszernek a vétkeseit inkább. Ami fontosabb, az a szovjetellenes ellenállás, amely elsőbb az Éles Saroknál, másodszor pedig az Alkamáti téren bontakozott ki. Ez nagyon erőteljes ellenállás, napokon keresztül tartó ellenállásról beszéltünk, sok részsikerrel, tehát sok szovjet páncélos megsemmisítésével járt ez, ami azért részben a kelet az is, hogy ott a Óhegynél volt ugye egy úgynevezett honi alakulat, mégpedig ilyen mi pedig légvédelmi tüzérség, ami ugye ami nem csak itt, hanem máshogy is a körkörös védelem, amit előírt akkoriban akkori katonai nemzetőrségi vezetés Király Béláék, ugye, itt egész várost körülvették ezek a légvédelmi lövész alakulatok, hogy a szovjetek behatolását megakadályozzák. Na de hát a végén ugye tudjuk, hogy harmadikára, negyedikára riadó éjszaka végül is megszüntették ezt a ellenállási parancsot, és ide például eljutott az a parancs, tehát a katonák nem nagyon akartak tenni, de nem tudtak, tehát a katonák nem akarták fölvenni a harcot a óriási túlerővel, nyugodtan mondhatjuk, hogy a világ legerősebb szárazföldi hadseregével szemben. A civilek viszont betudultak oda a felkelők, és arra kényszerítették a katonákat, hogy egyrészt adják át a lövegeket, másrészt szakértőket is, a sorkatonák közül többen vitték, valókhoz, félig pedig erőszakkal. Hát ez ugye nehéz megállapítani, hogy mennyi erőszak volt, mennyi nem, mert nyilván van a periatokból az derül ki, hogy kényszerítve történtek ezek a dolgok. El tudom képzelni, sokan közülük önkéntesen is, hazafias lelkesedésből is csatlakoztak a náluk jóval radikálisabb felkelőkhöz. És mint mondtam, itt sok komoly károkat tudtak okozni ezekkel a lövegekkel a kerületet áthatoló, különböző irányokból közlekedő szovjet harckocsiknak, páncélautóknak egy hópárat megsemmisítette közülük. És napon keresztül tartott az ellenállás. Sokan elestek a barikádokon? A barikádokon nem estek el nagyon. Még csak sebesülés is kevés volt. Hát azt tudjuk ugye, hogy volt egy fiatal csoport, akik viszont rajta jöttek a szovjetek, ezeken a felkelőn kívül a Pongrácz úti laktanyában. Ez egy ismertebb dolog, de ennek részleteiről nem tudunk sokat, csak azt, hogy hirtelenében ott megtámadták őket, és ott akkor jó sokan meg. Ott azt hiszem, hogy most már számunkra nem emlékszem, de olyan 8-10 fiatal meghalt. De ez nem volt harc, ez meglepték őket. Harcokban egyértelmű volt a magyar siker, tehát a felkelők sikere, ameddig a harcot tarthattak. Hát aztán szép lassacskán ezeket szétlőtték, inkább a lövegeket lőtték szét, nem az ellenállókat, és aztán szép lassacskán megszűnt az ellenállás, körülbelül november 8-a, 9-e tájékán, és akkor már ugye a szovjetek megszállták a városrészt. És aztán a megtorlás az ami azért ugye, ahol azt lehet mondani, hogy hát már pedig akik itt maradtak, azokra lesújtott, azok a katonák közül leginkább, akik csatlakoztak a felkelőkhöz, hát így egy kivézetet tudunk, Síje Sámuelt, és még volt rajta kívül még három katona, aki hát azt kell mondani, szerencsével megmenekült valahogy aztán halálos ítéletet végül is átláthatták életfogtig tartó börtönbüntetése, így ők szerencsésen, vagy hogy mondjam, csak ők megmenekültek a kivégzéstől. A kutatás közben arra jutott-e energia, illetve tudtál-e arra figyelni, hogy a Kőbánya speciális abból a szempontból, hogy talán az országban a legnagyobb koncentrátuma a büntetés végrehajtási intézményeknek itt van. Tehát itt többféle szintű börtönfogház is található. Mi volt a helyzet ezekkel?
Igen, jó, hogy mondom, mert akartam is mondani, és elfelejtettem közben. De egy jó kérdés, mert főleg itt a gyűjtőfokház, amivel külön beszélnünk kell. Én egyelőre sajnos részleteket nem találtam erről, pedig hát az egy olyan esemény, aminek sok tanúja is volt, és meglepetésre erről nagyon kevés forrás volt, hogy miképpen történt és mikor pontosan, amikor kiengedték a foglyokat. Tehát egy hevenyészet adatok vannak róla, én legalábbis nem találtam, lehet, hogy valahol van. Igen, épp pont amikor kutattam, akkor azt lehet tudni, a börtönniratok, ami a gyűjtőben vannak, akkor éppen akkor voltak rendszerezés alatt, úgyhogy lehet, hogy valamit lehet belőle találni, de meglepően szűkszavúak erre nézve a források. Nem tudom, még milyen ilyen börtönnyel. Hát fogházban börtön de ott, is egy van. Helyen ott a gyűjtőben. Igen, nagyjából egészében. Igen, és a legnagyobb hely azt hiszem, hogy Magyarországon, tehát ez is pont itt van, és erről nagyon kevés forrás van, tehát említés szintjéig tudtam csak könyvben erről értekezni, sajnos. Úgyhogy ez egy hiányosság a kötetnek is, meg egyáltalán annak, amit erről az egészről tudunk. Hát azt tudjuk, hogy mindent megtörtént, csak különböző időpontokban, hogy van, ahol már 20 október első napjaiban, több rabmunkahelyen helyett felszorodták a forradalmárok, és akkor szélnek eresztetik, mondjuk az oroszláni bányáról tudok, hogy egy rabmunkahelyen között egy ilyen, és itt aztán a városban a tűzszünet időszakában 29-30-án jó páran, aztán volt, aki későbben második, harmadikán, vagy akár negyedikén olyan is volt, szabadulhattak ki. Hát attól függ, persze politikaiak voltak az illetők, mert azokat nagy lelkesedéssel szorodták ki, a köztörvényeseket már nem feltétlenül annyira, de ők is ők közül is nagyon sokan kiszabadultak a forradalom napjaiban, és csatlakoztak is a felkelő csoportokhoz adott esetben. Más kerületekben végzett kutatómunkádból tudom, hogy nagyon érzékeny, még 60 évvel a forradalom után is nagyon érzékeny terület lehet egyes embereknek, egyes családoknak visszaemlékezni. Van, aki szívesen beszél, van, aki csak most szólal meg először, van, aki egyáltalán nem akar továbbra sem beszélni. Itt mit tapasztaltál? Hát itt most a mostani állapotában, mindaz, amit mondtam, az még a 90-es évek első évére érvényesebb talán. Itt már most kutattam, és nem nagyon találtam már olyan embert, akivel tudtam volna erről érdemben beszélni. Sajnos voltak pedig, utána akkor jelentkeztek, vagy akkor tűntek föl, amikor már kielkészült a kézirat, sőt már nyomdába is került, úgyhogy sajnos a szóbeli források az ilyenlegű, tehát a friss szóbeli forrásokat, azokat mellőznöm kellett. Egy pár volt, ami a korábbi időkből kapcsolódott ez a témához, tehát akik ott akkor beszéltek, azok mertek beszélni. De általánosságban igazad van, tehát sokan valóban jellemzője az 56-nak, hogy az a tabu téma, ami a Kádár rendszerrel jellemző volt, a legsúlyosabb tabu téma volt ugye az 56, nem is tudunk még ennyire, csak ez meg a szovjeteknek az itt tartózkodás, ez a két fő tabu volt egész végig a Kádár időszak alatt, úgyhogy ez valószínűleg ez az agyakban annyira mélyen belefészkelődött, hogy tényleg sokan nem beszéltek a 90-es években, de most már a kutatásokban egyre kevesebbet találni. Írítam volt még, akik nem szólaltak meg, akik még tudnak erről beszélni, de azért 60 év az 60 év, tehát most már aki eddig nem beszélt erről semmit, azért kérdés, hogy mennyire tudja ezeket a régi eseményeket rekonstruálni. Én azért általában ezzel óvatos szoktam lenni, és azt hiszem, hogy a korábbi ilyen interjúk is ezt igazolják, hogy azért vannak jó interjúk, de a többségük azért nem emlékszik már jól a dolgokra, pontosan nem emlékszik már jól az eseményekre. A levéltári dokumentáltsága ennek a korszaknak, esetleg a még feltáratlan források ügyében mi a helyzet pillanatnyilag, mit látsz? Mármint általában, vagy most Kőbánya esetében? Most általában, és hát nyilván az érvényes bizonyos mértékig Kőbányára is. Hát vannak körzetek, ahol inkább van, és van, ahol sokkal kevésbé. Hát attól függően, hogy például attól függően, amikor a fegyveres ellenállás történet kutatva, attól függően, hogy milyen erős volt egyrészt az ellenállás, milyen csoportok voltak. Mert ha sokan vannak, akkor azért bizony biztosan lehet számítani arra, hogy azért itt kikerekedik valami olyan anyag, ami azért használható, mert ha csoporttagok közül nem is mindenki szól meg, de hát azért aztán később
többségben azért mégis előbb-utóbb megszólalnak, de ha végisek vannak olyan karakán, akik nem beszélnek, azért ott egy csomó szemtanú van, tehát lehet látni, azonosítani a figurát, a személyeket. Vannak persze kivételek, mint ilyen például a Moly Zsibont körtéri harcok, ott 23-án, meg november 4-én is ott adhok összeállt egy csoport, de egy tűzszünet alatt nem alakult ki nagyon ez nem betűri csoport, és emiatt például ővelük majd komoly gondba leszünk majd, amikor ezt föl kell tárni. Sokkal kevésbé lehet majd, mint más kereteket, pedig fontos események zajlottak le ott. Itt Kőbányán, itt főleg ez a per, amiről beszéltem a katonáknak a per, azért ebből elég sok minden világossá válik, és még volt egy Fejes Sándor nevű személy, aki a Késztársaság téri ostromban is részt vett. Az ő per szól Kőbányáról, meg még azon kívül még van egy per, ami kevésbé jelentős, de az is, ott is vannak azért bizonyos adalékok az itteni történésekről. Azt lehet-e tudni, hogy vajon a forradalom idején az itt működő, tehát Kőbányán működő ipari vállalatok munkája megbénult-e, vagy folytatták-e a munkát, szóval ők hogy reagáltak? Hát általában úgy, mint ahogy szokott lenni, azért nem volt jellemző, hogy melóztak volna nagyon azért a forradalom alatt. Inkább voltak ilyen gyárőrségek, ahol azért védték gyárőrség védte ugye az üzemet, hogy ne történjenek itt különböző fosztogatások, vagy ez hasonló dolgok, de én nem nagyon tudok olyan gyárat, lehet, hogy volt, tehát ez óvatosan nem kudattam, de hát általában ezek a perekben, meg a visszaemlékezésében az derül ki, hogy azért hát akkor azért forradalom volt, azért olyan hülyé vette ki magát, hogy akkor közben valaki ott neki áll dolgozgatni. Tehát nem volt nagyon esélyes. Itt Budapestenről beszélek elsősorban. Tehát kivételes esetekben talán lehetett ilyen, de nem volt nagyon jellemző. Végül is, hogyha summázod a kutatásokat, és ugye több kerületben is figyelemmel kísérted, kutattad az eseményeket, akkor változott-e időközben a kutatói megítélésed, 56 kutatói megítélése? Alapvetően nem. Tehát alapvetően elkezdtem, hogy a Ferencváros történetekkel, és ahhoz képest most vannak bizonyos különbségek, de azért összességében azért vannak bizonyos fővonalak, amelyek úgy, ugye, azt lehet mondani, hogy mindenütt jellemzőek voltak itt a fővárosi 56 történetében. Hát persze függ attól, hogy melyik keretről beszélünk ugyan, de a célkitűzések, a vágy, a lelkesedés, a demokrácia, vagy inkább mondjuk a szabadság és a függetlenség iránti elköteleződés ekkoriban az a magyar népet tényleg nagyon, nagyon összegyúrta. Tehát ez nem csak frázis, ez tény, hogy én is úgy látom, hogy akkor ott legnagyobb a magyar egység, hogy így mondjam. Legalábbis november 4-ét így. Onnan ott kicsit megbillent, mert ott az lehetett látni, hogy itt óriási pusztítások várhatók, vagy a szovjetek akkor bevonultak, az valahogy más volt, mint az októberi harcok idején. Tehát ott kicsit az egész, a közmorális megbillent mindenki. Sokan gondolták úgy, hogy inkább mi vigyünk, mint a ruszkik. Ez egy általános felfogás lett, tehát változott a októberi napokhoz képest, amikor tényleg el lehet mondani, hogy tisztabb volt a forradalom, persze kivételek mindent adódnak, de összességében a közhangulat, tehát mindenki a földtől egy ilyen 10 centivel magasabban járt, tehát mindenki volt az emelkedettség, mindenkiben, szóval a társadalom túlnyomó részében, tehát egy kivételes eset volt a magyar történelemben szerintem. Köszönöm szépen! Én is köszönöm!